Yeah, good afternoon. We are happy that we are back. A little bit too early from my side, but okay, I think we make a very good game yesterday as well. But at first I want to congratulate my team. They make a fantastic job, not only in the Euro, also before. We worked very hard for this success, and they developed from game to game in the Euro, and we built up this team step by step. I think we have a fantastic team now for the future. This is the base for the future, and we can trust in this team for the future, and we saw that we are competitive in the international level, and we have to work in this style further. Thank you very much. No, I think I have to also to say thank you to the Federation that I have the possibility to work so long with this team. Without this opportunity, we cannot have this success. We have to build up a lot of things in this preparation time, in the 2 weeks, in the 2 times 10 days in Austria. We work very specific in the physical way, also taking tactical way, and they build up very well. They improve themselves, and we saw it in the preparation games as well against Croatia at the beginning in the March, and later on Ivory Coast, and also against Germany. This was the base that we can have success, or could have success in the Euro. For myself, I think for my team, for my players, I think we have to trust these players. We have to think for the future, not to think in the past, and we have to give them the opportunity to develop further. We have a big job to do now in the next month, in the next 2 years, qualify for the World. For the World Cup, it will be difficult enough. Give this team a chance for the future, they deserve it. See our level. Yeah, we have to see our level in our country. We have to see the level where the player played. We have to give them a little bit time. The expectation has to be like the same before the Euro. Yeah, without this international high experience, what we had before in the preparation time against this very strong opponent, we cannot achieve this success. So give these young players time. And I hope for the future that some of our clubs go in the international level and can play in the Europa League. I don't know if it's possible in the Champions League, but I hope for the Europa League to develop our player further. And everything, and the other things we have to see, we need also a little bit time. Először is nagyon nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, és örülök, hogy itt van vagyunk. Kicsit fáradtak vagyunk, mérkőzés után még annyira nem tudtunk pihenni, hiszen éjszaka utaztunk, pakoltunk, majd jöttünk haza. Remélem most már sikerülni fog a pihenés. És üdvözlök mindenkit. Hát igen, elfogyott a benzin azért a végére. Hát örülök neki, hogy mondhatjuk, hogy jól sikerült az Európa bajnokság, és tényleg estén vagyunk túl, sokat utaztunk, tehát örülünk neki, hogy újra itthon vagyunk. Maradtunk volna még kicsit tovább, ha lehetett volna. Sajnos nem így alakult, de örülöm tényleg, hogy ilyen fogadtatásban van részünk, és reméljük, hogy ez csak a kezdet. Nagyon jó meg volt szervezve az Európa-bajnokság, vagyis jó van szervezve. Nagyon odafigyeltek ránk, óriási élmény volt részt venni ezen az EB-n. Tényleg az első napjától az utolsóig minden percet élveztük. Edzések, mérkőzések, utazások. Nagy kiváltság tényleg, hogy oly részt vettünk ezen az EB-n, és nagyon remélem, hogy ez csak a kezdet, aztán jönnek a VB-k, az EB-k. Ez a célja a csapatnak, de tényleg egy óriási élmény. Igazából az, hogy mindenki alárendelt alázatosan a cél érdekében az ő saját maga teljesítményét, illetve hozzáállását. Tehát senki nem egyénieskedett, hanem igazi csapatként gondolkodtunk, és ezért jelentünk meg a pályán, mint csapat. Ez ugye nem csak a játékosokra vonatkozik, hanem a stábtagokra is. Tehát óriási munkát végeztek a fizioterapeuták, ugye csak egy példát, Elek Ákost említem, akinek esélytelen volt a szereplése, és a fiziostáb Palmai Tamás vezetésével olyan dolgot műveltek, hogy az Ákos szerepelt az elvén. Tehát ezekről beszélek, hogy csapat érdek volt, és nem egyéni érdekek.